Mit szól hozzá? Klassz, mi? Mi építettük? Már jó régen lehetett. Na jó, de már a miénk. Hé, öreg, nem mehet be! Eltévedt? Nem, ez így nem lesz jó. Gyere, csak segíts! Épp ekkora koromban ásadtam el, 5 lépést kell megtenned. 2, 3, 4, 5, ez az, jól van. Igen, remek. Ki lopta el? Mármint mit? Na, ne szórakozzatok! Nem loptunk el semmit! Elfoglaljátok a kunyomat és ki is fosztotok! Nem mi voltunk! Merre van, he? Hová dugtátok? Hová lejtettétek el? Nem így kellett volna lennie! Áruljátok el, hol van! Jó kis terv volt, egész jó terv. Miért ást el itt az erdőben? Hogy ne találják meg, mit gondoltok, he? Nikké volt. Elloptam tőle. Lehet, hogy visszacsorta. Na, képes lehetett rá, hogy visszavágjon nekem. És elásta a dobozt, hogy maga bepöccenjen. Igen. Tényleg? Kérdezze meg Nicktől, hogy mit művelt. Alszik már? Mint a bunda. Ugye nem gondolod... hogy Harrison megérzi azt, hogy Nick nincs már. Nem is tudom. Amennyire lehet, igyekszem nem elkeseredni. Ahogy én is. A kicsi érdekében. Ez kölcsönösen tesz. A baba is segíthet neked. Sally, Tess mesélt Harry ajánlatáról. Nagyon meghatott vele. Mindennek ellenére Harry nagyon nagy lelkű. Megengedheti magának, de neked mibe fog kerülni? Semmibe. Harrynél mindennek ára van. Én megnézném az apróbetűs részeket. Igen, bent lakódadust szeretnék. Pontosan. Önéletrajzot és ajánlólevelet kérek. Köszönöm. Hol késik Sally? Ronda már elkészítette a vacsorát. Oh, nincs kissé korán? Harrisonnak nincs, együtt eszünk. Ma este nem. Sally telefonált, hogy a Droversen vacsorázik. Harry, a feleséged vagyok. Elmondhatsz mindent, ugye te is tudod? Természetesen. Akkor nyílj meg. Nem hozhatom vissza Nicket. De kicsit könnyíthetnék a bánatodon. Nem igaz? Igazad van. Nem hozhatod vissza. Túlélési technikákkal sokra vihetitek. Ha maga mondja. Nevetek is van. James vagyok, én meg Max. Fogd be! Otthon tudnak erről? Hát magánál. Nem sok holmit hoztatok. Pedig éjjelente hűvös van. Talán kissé siettünk. Amúgy meg maga sem hozott felszerelést. Lehet, hogy én is siettem.
Szerintem egész klassz, hogy itt maradtok, és a kicsik együtt nőnek fel. Harrisonnak ismernie kell a kis húgát, vagy kisöccsét, vagy amit vársz. Igen, Nick is szeretné, ha együtt maradnának. Azt mondják, ha előre mered a pocakod, akkor kisfiú. Hová meredne máshová? Nekem megjósolták, hogy kisfiam lesz, de amúgy is megéreztem. Te még nem érzed, hogy milyen nemű lesz? Nem igazán. Na és neveken gondolkoztál? Nékkel biztosan volt kedvencetek. Nem válthatnánk témát, nem minden a... Bocsánat, nagyon kimerültem. Sally, ne haragudj. Kértek repetát? Jól érzed magad? Nagyon hiányzik. Rémesen fáj. Csak őt látom. Bárhová nézek. Ugye a levél zaklatott fel ennyire? Még el sem olvastam. Miért nem? Mert rettegek. Ha elolvasom, ugyanoda lyukadok ki, ahol voltam. Totális zűrzavarban, csak most talán nem szabadulok. Ezt nem tudhatod. De nem hagyhatom, hogy a bennem növekvő kisbaba életét ennyi szomorúság övezze. Mi lesz, ha szegénykének? Szomorú lesz a lelke. Hidd el, a kisbabád nem kap mást, csak szeretetet és kényeztetést, és csak ajnározzák. Esélye sem lesz a szomorúságra. Igyekszem nem gondolni Nickre, hogy ezt elkerüljem, de nem megy. És borzalmas érzés, mert nem akarom elfelejteni, de az emlékezés szörnyen fáj. Ha engem kérdezel, a lényeg, hogy tedd az egyik lábad a másik után. És akkor majd elmúlik. Nem, de legalább talpon maradsz, amíg ez tart. Hogy van Napóleon? Pompásan, mint a többiek. Ugye nem akarsz velük éjszakázni? Gondoltam, nem árt, nehogy csalódást okozzak. Lazíts két, ezek csibék. Szerinted túlzásba estem? Őszintén szólva kissé hajlamos vagy rá. Na jó, tudod mit? Ha kiugranak a dobozból, hogy a városban beszlopáljanak, nem okollak érte, Vili. Na mozgás. Jó hét. Meggondoltam magam, hazamegyek. Nem. Itt kell maradnod. Hagyj békén, nem szállj le az ígéretedet. Én nem is. Nem tehetem. Nem gondolhatod meg magad. Nem is gondoltam meg magam, hagyj békén. Nem. Szállj le rólam. Nem. Engedj már el. Eresz el. Nem. Itt kell szállj maradnod. Szállj már le rólam. Megígértem. Elég volt. Nyugassatok. Ő kezdte. Elég legyen ebből. Gyere. Megállj. Én csak szeretnék hazamenni. Megszöktünk. Értem. Elárulnátok, mi volt az oka? Holnap bent lakásos suliba kell mennem. Ha itt maradunk, akkor nem küldhetnek el. Egyszer úgyis haza kell mennünk. Csillapodjatok. Elég. Ma éjjel már senki nem megy sehová, oké? Okay? Ugye? Későre jár. Reggel mindent megbeszélünk, jó? Aludjatok egyet. A vértestvéreknek együtt kell maradniuk, nem igaz? Bár csak ilyen egyszerű lenne.